Sziasztok, szép estét minden magyarnak határon innen és túl, ez itt a Bitcoin hírek szaszával. Néha igazam van, néha tévedek, de mindig hozom a tényeket, hogy ti is alkothassatok saját véleményeket. Kezdjük is a Mester3-assal, ugyebár lájkoljatok, osszátok meg a videót, illetve iratkozzatok is fel a csatornára. Aki új, annak ajánlom, hogy olvassa el a videók alatti leírást, nagyon sok hasznos információt fog találni benne. Bocs, kicsit le vagyok harcolva most itt szemüvegből, ez az meg minden, itt szenvedek az OTP-vel, nem bírom délután átutalni a pénzt, hogy tudjak szólon átvenni. Úgyhogy, na jó, mindegy, úgyhogy, ez van, na mindegy. Haladjunk, most szemüveges, már nem is vettem vissza inkább a lencsét. Na, nézzük mi a helyzet. Bitcoin 47.650-nél, mert ma megint lehet pedzegette a 20 napos mozgó átlagot, de most elindult felfelé megint egy fél órája, órája. Húzza magával a szalonát, és jaj, annyira akartam még szalonát venni 143-on, de nem hagyja az átutalás, és nem tudom, hétvégén átmegye. Nem baj, vettem ma még 144-en is, meg 134-en is, csak akartam még pluszban. Na jó, jó, vissza-vissza Bitcoin, mert már el vagyok kavarodva kicsit most, leszívott a mai napra ez a szenvedés az OTP-vel. Na jó, azt mondja, hogy... Ja, majd úgyis majd az altoknál mondom, mindegy. Egyelőre nézzük a bitcoint, azért haladjunk szépen sorba. Azt mondja, hogy 20 napos átlag fölött nem bírták le ráncigálni. Most a 20 napos mozgó átlag alá már erre a picire mi? A jó Istennek, jönne vissza tovább, meg nem hiszem, hogy szakadna. Úgyhogy ezt már minek? Akkor már menjen felfelé. Úgyhogy jó, igen, 4%-ot csökkent ma a bitcoin, 52-n az RSI, teljesen középen kb. Akármerre mehet, de hát valószínű most már, hogy felfelé. Azt mondja, hogy ja igen, kisebb nézetek, 4 órás, 1 órás és 15 perces jöveget itt felfelé. Ó, itt is volt az előző, 15 percben is volt egy óriás kanóc ott is, megindult lefelé, úgy felvásárolták, majdnem átvált a zöldbe rögtön, de most már megyünk is tovább zöldbe a következő 4 órással. Jó, hát hetit, havit most nem mutatok, azt mondja, hogy nézzük tovább, az úgyis minden nap már fölösleges mutatni. Ethereum már 3462 dolláros áron kapható, 3%-ot csökkent a mai nap folyamán, ő most úgy kicsit lement a 20 napos mozgó átlagára, most üldögél a 20 napos mozgó átlagon, jön ő is vissza felfelé. Azt mondja, hogy körülöttünk mi a helyzet, közzemi részvényeket, na egyre kevesebben már adogatják el a közzemi részvényeket, ennyire jól megy a tőzs, de hát a tőzs, de meg nem megy olyan jól, hogy el kéne adni a közömi részvényeket, vagy ebből is reméljük már tolják át kriptóba inkább. Na jó, nézzük, már majdnem 20 fölött a félelem index, az már egy kisebb, jó, hát szoktak itt lenni 28, meg 30, mi szokott a kemény lenni nagyon. Jó, hát ott ez egy Covid, bejött a Covid 2020-ba, akkor volt 85-ön a félelem index. Amúgy ez a hami volt, az a magas ilyen 45-nél, 40-nél, hát, ha 30 fel, 30 fel, 30 alatt még nincs a nagy, ha 30 fölött már azért vannak kiugrások. Na jó, meglátjuk, 6%-ot nőtt a félelem index a mai nap. VIX index a tőzsdén, az S&P 500 4443 dolláros áron kapható, 0,7%-ot csökkent. Jó, nem bír kiadni az S&P 500, nem bír felbenni a 20 napos mozgó átlaga fölé. Ez nagyon medvés jel itt, nagyon-nagyon medvés jel. Lefelé 50 napos mozgó átlag felvitték egy zölddel, na tovább megy, nem. Egy napig szenvedett, hogy lemenjen vagy ne, lemen meg feljött, most meg megint megy lefelé. Most egy péntek van, így fogják így hagyni megint izé, tudom is én, de napi záráskor, tőzsde záráskor, hogy már megint szakadásban van, aztán meglátjuk hétfőn, hogy indul. Hát hétfőn gondolom megpróbálják megint felkapni, hogy hát ha egy zöldgyertyával vissza tudják 20 napos fölé húzni, mert ha leengedik, akkor itt nem lesz megállás. A 100 napos se nagyon, akkor a 200 napos lesz szerintem a komolyabb, ameddig le fog megy. Júj, 4100, az kemény lenne a hagyományos tőzsdén, S&P-be, meg minden egyéb befektető népeknek. Na jó, nézzük tovább, az arany ugyanott szenved, ahol tegnap volt, piros-zöld, nem bír elmozdulni, 1753,5 dolláros áron kapható, egy uncia ugyanott van, ahol éjfélkor indult. Vagy nem éjfélkor, mert hát ők nem is mennek este. Ahol ma a piac nyitásakor indult. Délután fél háromkor talán akkor nyit. Na jó, oké, Bitcoin 47600-on. Azt mondja, hogy haladjunk tovább. Ó, hogy bazzeg, a gépnek is újra kellett indulnia. Azt mondja, hogy kriptó, este újra kellett meg frissíted, de persze, hogy elfelejtett mindent. Legalább már megcsináltam a listát, most előre gondolkoztam, hogy külön szedtem itt a Bitcoin hírekbe főmenü újra nyitáshoz, elég erre ugyebár rányomni, hogy összes 17 megnyitás, az megnyit mindent. Úgyhogy oké, de ezt még vissza kellett a kettőt írni. Na nézzük, még mindig
Szerencsétlenkednek, nem keresik még elegen a bitcoin meg a kriptót. A Google-ön 22% keres a bitcoinra, 11% a kriptóra, 6% az Ethereum-ra, azt az egetre. Kezd lecsökkenni minden, most fog vigyább megugrani, és akkor most figyelnek legkevésbé az emberek. Hát ez van, aki figyel, az jól is jár a végén. Nem mindegy, aki időben itt van, nem fog lemaradni a lényegről. Azt mondja, hogy Ethereum piaci értéket nézzük, az Ethereum tartja a 20. helyét, 415 billió dolláros a piaci értéke, 3536 dolláros áron kapható. A Bitcoin pedig tartja a 9. helyét, kereken 900 billió dolláros most a piaci értéke, 47.870 dolláros áron kapható. Na, valamelyik másikon már 47.800-on is van. Most egyet 47.660-on van a Bitstampen. És akkor mi megnézem a Coinbase-en mennyiért van. Meg egyszer majd át kéne állnom a Coinbase-re, tök minél ugyanazt mutatja mind a kettő, most ilyen minimál eltérések, mocorgások. Hol vagy már? Hát nincs kiírva, hogy a Binance-en Bitcoin USD, Binance US. Hát a sima Binance hol van már? Bitcoin Tether, ne szívassatok már. Hát nincs egy Binance-es, rendes Binance-es USD-s. Na hát! Hát ez nagyon fura. Na jó, akkor legyen innen, úgyis csak ránézek, nem fogom én ezt itt hagyni, bár melyik volt, ami mit csinált. Binance US legyen akkor. Oké, okay, Binance US, Bitcoin USD. Hát itt is 47.670-en van. Meg éve, hát most átváltak, és akkor kb. Ugyanaz a kettő, tehát nincs egy különbség itt a kettő közt. Egyedül a volumenben, hogy mekkora mennyiségbe kereskednek, itt 861 a mai. Hát most már az előző, na jó, visszamegyek. Akkor egyszer már megmutatom. Ott meg lesz, vagy tízszer ennyi a Binance-esen. Ja, de az meg megint a Binance US, nem is a... Ó, hogy a... Nyakatok nyúljon meg, Binance US, itt meg 670, jó, ennyi, hogy változott, de arányokban a gyertyáknak a magasságai azok ezért mindenhol hasonlók. Jó, na oké, okay. Nézzük tovább, 47.660 a Bitcoin, nagyon jó felfelé, mindjárt fordul megint zöldbe. Oké, okay, haladjunk tovább, mert már túlságosan leragadtam itt, azt mondja, hogy ezt mondtam, piaci értéket elmondtam. Ja igen, hol tartani? Ja, itt pislogtam, igen, hogy 47.870-et írnak már itt a Bitcoinra. Na hát 47.700 vagy 800 vagy 600 az már ez egy plusz-minusz egy százas, tök mindegy. Mennyit jelent most magyar forintban, mennyit ér egy bitcoin? 14.330.000 forintot. Azt mondja, hogy tranzakciós díjak hogy alakulnak. Nem, még a fejem is el kell szúrni, az még, de minden összeért már. Bitcoin Cashnek a tranzakciós díja az még mindig egy olyan 45 fillér, a bitcoinnak pedig 230 forint környékén van a tranzakciós díja. Egy kis bányászás, S19-es ASIC nagygépje, újra megnézem, de ez megtartja. Nem, már megint visszaállt 0.12, 0.15 magyar áramárral működünk. Oké. Okay. Na szóval egy kis bányászás, S19-es ASIC nagygép, 110 terahertzes, és nem tudom mihez képest jelen. Tegnap valami ezért 26 ilyesmi körül volt. Most jelenleg 29.75, majdnem 30 dollár profitot termel, totál rendben van, illetve egy 3080-as Nvidia videókártya tegnap 5,9 dollár profitot termelt. Ma már csak 5,8-at, igen, mert picit gyengült az Ethereum a Bitcoinhoz képest. Bitcoin már jön vissza mindjárt zöldbe, az Ethereum még egy 2% mínuszban van. Azt mondja, hogy nézzük a teljes piacon, mi a helyzet. A 24 órás kereskedelmi mennyiség 106 billió dollár értékbe történt, az rendben van. A kriptók összpiaci értéke 2,13 trillió dollár, 2,18-ról leesett 2,13-ra, hát a olyan nagy vasszéz az kicsit csökkent. Azt mondja, hogy na, a bitcoinnak végre már 42 megint nőtt a piaci dominanciája, 42%, az Ethereum pedig 19,1%, akkor 61,1%, 38,9% van a többi kriptovalutában, a teljes piac 2,5%-ot csökkent a mai nap folyamán. És akkor első helyen a Bitcoin 47.662 dolláros áron kapható, az elmúlt 24 órában 0,8%-ot csökkent, éveleje óta pedig 62%-ot nőtt. Második helyen az Ethereum 3467-68 dolláros áron kapható, az elmúlt 24 órában 4%-ot csökkent, éveleje óta pedig 374%-ot nőtt. Harmadik helyen a Cardano, az ADA 2,39 dolláros áron kapható, az elmúlt 24 órában 2,5%-ot csökkent, évele óta pedig 1257%-ot nőtt. Negyedik helyen a Binance Coin 413 dolláros áron kapható, az elmúlt 24 órában 3%-ot csökkent, évele óta pedig 990%-ot nőtt. Ötödik helyen a Tether, mindig 1 dollár.
Hatodik helyen az XRP 1,07 dolláros áron kapható, az elmúlt 24 órában 2,5%-ot csökkent, évelei óta pedig 352%-ot nőtt. Hetedik helyen a Solana 144 dolláros áron kapható jelenleg, az elmúlt Solana nagyon akciós, ezt majd a napi hírekben is oda, 150 alatt is lent van, fú, eszméletlen. Most nagyon érdemes veszegetni szerintem. Jó, elmúlt 24 órában 7%-ot csökkent, éveleje óta pedig 7773%-ot nőtt. 8. helyen a Polkadot 34,2 dolláros áron kapható, az elmúlt 24 órában 2%-ot csökkent, éveleje óta pedig 311%-ot nőtt. 9. helyen a Dogecoin 0,244 ezred dolláros áron kapható, az elmúlt 24 órában 1%-ot nőtt. Évelej óta pedig 4193%-ot nőtt. 10. helyen az USDC, mindig 1 dollár. 11. helyen a Uniswap. 12. helyre feljött az Avalanche, lesz is róla hír, kapott 230 millió dolláros támogatást. Nagyon tolják az Avalanche a 12. helyen, atya úristen, van egyáltalán már zöldbe az Avalanche? Mert ha nem, akkor zöldbe, ott van már zöldbe, van jó. Ja, csak hogy már 12. akkor szia, már Uniswap után van az Avalanche, azt az eget, de feljött. Oké, voltam ilyen 40-nél érdemes betárazni. Jó, nézzük tovább. Hol a jó Istenbe tartottam, itt vagyok valahol, igen. 12. helyen az Avalanche, 13. helyen a Terra Luna, 14. helyen a Chainlink, 15. helyen a Binance USD, 16. helyen a Litecoin, 17. helyen a Bitcoin Cash, 18. helyen az Algorand, 19. helyen a Wrapbitcoin, 20. helyen az Internet Computer, 21 Filecoin, 22 Polygontól a Matic, 23 FTX token, 24 Stellar, 25 Tron, 26 Cosmos, 27 Ethereum Classic, 28 VeChain, 29 DAI, 30 Teta. Oké, azt mondja, hogy nézzük tovább. Axik. Na jó, itt tegnap óta, igen, meg is vette valaki, remélem, hogy ti vettétek meg azt az Axit, amit nagyon mondtam. 0,7 ére ezekből az volt a legolcsóbb, mert ezt szerintem, fú, azzal szerintem nagyon jó lehet PVP-zni. Na majd, ha egyszer nagy leszek, vagy tényleg be tudok venni nyugdíjba, vagy még marad egy kis tartalék, akkor lehet, hogy elkezdek majd axikat veszegetni, aztán nem csak a laptop 100. helyen, vagy 200. helyen fogok szüttyögni a játszós axiaimmal, hanem veszek komolyabbakat, és na mindegy, hosszú, remélem ti vettétek meg. Nézzük is tovább, azt mondja, hogy Solana státuszú, mikor jönnek már a jó hírek Solanát, azért érdemes nagyon venni, mert ugye bár most ez meg megint elgondolkoztam, akkora összeesküvés elméletek vannak mostanság, most már első hír az lesz, hogy felgyújtottak már egy bitcoin kioszkot El Salvadorba, úgyhogy nagyon agresszívak a bankárok, irgalmatlanul beindultak, nagyon bérlik fel az aljas embereket mindenhonnan, hogy menjenek a kriptók ellen Solanánál, és szerintem ez is benne van a pakliba, hogy Jamie Dimonék fogták ezt a háttérből az embereikkel, megtámadtották a Solanát, aztán kicsit összeomlasztották, hogy olcsóért tudjanak venni. De ez így is úgy is kezdeget visszaállni már a Solana rendszere. Azt mondták majd, hogyha mindent helyre tettek el következő hetekben, után részesebben is leírják, hogy mi, hogy merre, hány méter. Tehát még lehet, hogy egy ideig kitart ez a 150 dollár alatti Solana, remélem addig nekem is átér a pénzem, hogy még tudjuk belőle venni. Mert puh, hát ha más nem, akkor szólod, az pikpak 200 fölött lesz. És most annyira jó, annyira finoman akciós, hogy az valami irgalmatlan. 150 alá is lement, még 135-ön is fogtam rajtam a Solana szenverés az OTP-vel. Jaj, de mennyire! Hát, mert én is hülye vagyok, miért pénteken? Hát, de mert tegnap este számolgattam át a pénzeimet, vagy hogy... Ja, nem tegnap este. Ma ebédkor, számoltam igen össze, hogy mennyit, vagy hogy kéne mondom venni Solanát, mert megint ment le még 150 alá is. De már utalhattam volna, egy hete megjött a fizetés, vagy hogy, de mindegy, most jó, még gyűlögetnek már, vagy 3 hónapja nem vettem úgy konkrétan kriptót, itt június óta, fizetések óta, vagy 2-3 hónapja, mert hogy minden más egyébre, hogy jöjjek már vissza pluszban, ne legyek már hitelbe, meg ez az a áhitelbe, még a bankszámlán is. Most már vannak pluszok, már akartam venni. Na de hát a Binance-re utaltam. Rossz, nem sikerült, nem ment át a pénz. És akkor úgy vissza se küldték, visszaküldték végül, nem tudom, egy órája vagy hogy jött vissza. És akkor próbáltam bankkártyával, az sem ment a Binance-en, akkor Coinbase-re egy kicsit, ja, mert a Coinbase-re meg átutaltam, amit nagyon kösz, amit Patreonon támogattok, azt átutalták nekem, nem tudom, a héten a Cryptodától. És akkor az összeget azt telibe átutaltam a Coinbase-re, és vettem is rajta Bitcoint, hogy ugyebár azt külön gyűjtsük, a malac persejével majd előttem, hogy mire, de mindenképp valami hasznos dologra szeretném felhasználni. Oké, és akkor az átment, de hát 13.500 forint nem egy nagy vasszítaszt. Úgyhogy az átment, úgyhogy utána meg mikor már visszajött, vagy egy órája, akkor a Binance-ről is visszautalták a pénzet, akkor jó, akkor fogtam, akkor meg áttartom a Coinbase-re, csak az meg nem tudom, hogy most hétvégén működik-e, vagy átmegy, vagy utal az OTP, az lenne szép, hogyha
Jaj, felmenne keményen 150 felé már hétvégén a Solana, nekem még nem menne át a pénzem. Na jó, mindegy, úgyhogy ez volt egy kis szenvedés, inkább Binance-re utalgasson mindenki, mert már Binance-en is lesz Solana, vagy Coinbase-re utalgasson mindenki, mert az fix. De közben a Binance-en kiderült, nem tudom, én úgy mindent leregisztráltam még itt februárban benne, azt most megmutatta, hogy még a közüzemi számlát be kell fotózni. Befotóztam arra, meg azt írják, hogy majd 27-ig, 10 napon múlva, adja a határidő, addig fogják jóvá. Nem tudom, hogy azért nem ment át, vagy nem azért, majd egy próbát megint csinálnak az OTP-től a Binance-re, de a Coinbase-re arra átment a 13 fél, úgyhogy oda utaltam a többit is, amiért meg külön majd magán célra veszem a Solanát. Úgyhogy voltak ilyen szenvedések, de hát a Solanával, annyira a Solanában. Jaj, mutatom a Solanát, hát itt izé. Na, még 145-nél tartja magát, még egész jó, egész jó. Azt mondja, hogy... Mert én itt ebédkor kinéztem rá, ebédkor olyan gyertyája volt, hogy csűr, itt úgy megfogtam 134,8, vagy 135,8, nája, 138, valahogy itt. 135-nél én vettem is, ez ahogy elkezdte felhúzni magát, nem mondom, jó, akkor itt vegyünk. Azóta jön is felfelé szépen. Előtte még itt 144-nél vettem, mert már 156-nál vettem át, az nem is látszik a képernyőben 15 percesben, még vagy 3 napja. Mikor lejött megint 150 környékére, akkor ha 140, 156, akkor mondom, itt megveszek 144-nél, és akkor a kettő ugyanannyiért vettem, 2%, 2%, a maradék 5% profitomból 2-2, és akkor a 150 az átlaga, mondom, akkor 150-ért vettem 4%-ért Solanát. De aztán még ötletem, hogy na, mondom, veszek még 1%-ért, itt vettem még 1%-ért, hogy elköltöttem az összeset, ami ezért profitba volt nekem, hogy menjen szépen felfelé, azóta jön is felfelé. Úgyhogy most ja, a profitom az 0%-ba van, de mindegy, ezeket majd átírkálom a Solana meg, vagy 15%-ba, vagy 16%-ba, valami ilyesmi most. Jó, de hú, annyira, ja, annyira próbáltam, de jó, remélem minél hamarabb átér a Coinbase-re, aztán tudok még venni Solanát. Jó, tovább 47.665-ön a Bitcoin, és akkor távol, vagy ezért haladjunk tovább. Nem, már túl sokat szolanáztam, azt mondja, hogy Bitcoin Ethereum fordulás, tehát a Solana most a leg, és akkor ezért, tehát mindenképp úgy meg fog indulni szerintem, ennek rendesen örülni kell, hogy ami egy kicsit ezért nem százas a rendszer, még most ezért finomítgatják, állítottak rend helyre mindent, addig ilyen 150 körül tartja magát. Amit megint az első hír, hogy oké, baba, a Solana kijavítottak mindent, meg még lehet, hogy be is írják, hogy már nem 50 ezeret tud, már 100 ezeret, vagy 200 ezeret, mert már úgy megjavították, hogy látták, hogy 400 ezeret is bír. Hát puh, így fogunk felmenni. Na jó, oké, haladjunk tovább. Bitcoin Ethereum fordulás 46,60, 114, 45,61, 111. Hát igen, gyengült egy kicsit az Ethereum a Bitcoinhoz képest. Azt mondja, hogy nézzük tovább. DeFi-ban mennyi tőke van lekötve? 170. 8 billió volt tegnap, hát ezt is ma vagy tegnap este befrissített lehet, hogy kell. Mindegy, most már 178 billió, megint nőtt tegnaphoz képest egy kicsit. Itt a toppon az AV, a Curve, a Compound, őket követi a Maker, a Pancake és a SushiSwap, így a nagyobbak közül, jaj, már a Jörn is a Juni előtt van, azt az eget. Oké, nézzük tovább. NFT-knél mi ment a legjobban? Az elmúlt 24 órán mit vettek a legtöbbet? Axit. Néha van ilyen, hogy egy-két nap, amikor NFT-ket vesznek, akkor azok meg tudják előzni az Axit, de amúgy folyamatosan az Axit veszik a legtöbben. Az a legstabilabb. Oké, második helyen az Artbox, harmadik helyen Inertial Moment, negyedik helyen a CryptoPunks, ötödik helyen az Omnimorphs V2, hát akár legyen. Jó, nézzük tovább, Axiéknál mi a helyzet? 358 ezer Axi volt tegnap, és 0,043 volt az alja az eladóknak. Eladóból volt 300... Mennyi volt? Elfelejtettem. 48 vagy 52? A franc se tudja. 58. Már nem emlékszek. Na. Miért pörögtem túl, pedig fejbe ott szoktam akkor is lenni valahogy, na most kiesett a izé fotografikus félig memóriám, jó lenne, ha az lenne, de amúgy nincs az, vagy ki tudja, de ilyen számokat az, hogy meg tudok, hogy ez át akkor ő a jó, akkor ő, mint tegnap, 356 ezer axi van, még mindig hol az alja. Már lejött 0043-ról, 0,04, ezt már nyugodtan mondtam, hogy 0,04, meg 0,42, meg ilyesmi. És ami a kemény, ugyebár Axinál, hogy ezek, amelyik 0,04, 140, 139 dollárok, 140 dollár, például ez az Axi, és ahhoz, hogy tudjanak tenyészteni, ahhoz kell két AXS, az AXS meg 66 dollár van, 132 dollárnyi AXS-t bele kell tenni, hogy tudjanak tenyészteni. Meg még hozzá kell tenni több száz SLP-t is, attól függ, hogy hányszor tenyésztették az adott Axit, ugyebár 7-szer lehet maximum egyet, annál magasabb az ára, minél kevesebbször tenyésztették, minél többször tenyésztettek vele, annál nehezebb, annál több SLP-t kell belenyomni,
hogy ezért tenyészteni lehessen. Úgyhogy ezek már kb. Mínuszosban vannak, akik ilyen áron adják. Na jó, nézzük, igen, az akció akkor 66 dolláron, 1%-ot csökkent a mai nap folyamán, javár csak már vissza a napi nézetbe, oké. 20 napos, 50 napos mozgó átlag közt vagyok, de nem, 65 talán nem igazán akar lemenni. Az SLP pedig túltekertem. Itt az SLP. SLP jó, 7%-ot csökkent, van 0,080 van már megint, már csak 25 forintot ér egy SLP. Hopp, Axinál tegnap rájöttem a... Mi a titok? Így, hogy most már elértem valamikor a múlt héten, vagy ilyenek, fullba 25-ös szintű mind a három Axima Champion Game-be, a kampányba, vagy Adventure, vagy hogy hívják ott. És most már itt se úgyse kap XP-t, tehát a kampány módban eddig úgy volt, hogy kapjanak XP-t és tapasztalatot, hogy nőjön a szintjük, meg legyenek erősebbek. Addig mindig a kampányjal kezdtem, kijátszottam az 50 SLP-ig a 20-as pályát, akkor utána átmentem, kijátszottam a PvP-ket, a maradékból, és akkor, amikor már nem volt villámom, mindegy, már energy arra a napra, akkor meg kijátszottam az egyes pályán azt a maradékot, ami még kellett, azt tudom, és 5 meccset gyorsan egy perc alatt, vagy mindig egy perc alatt, ahogy meglegyen a 10 napi champion game is, és akkor úgy tudtam kiszedni egy olyan 140 per kb SLP-ket naponta. Na tegnap már 200-at kiszedtem, mert így most már a kampányt se, azt se energyből játszom. Most az összes energyt, mind a 20 energyt betoltam PvP-be, és akkor energy nélkül XP úgyse kell, akkor is ki lehet játszani a kampányt, úgyhogy úgy játszottam ki a kampányt az 50-es LP-ig, a 20-as pályán, utána meg a 1-es pályára a maradékokat, és 200-es LP, 200, 202-es LP, vagy a 204-es LP-t tudtam egy nap kiszedni. Úgyhogy jó, ugyebár még időben azért hatalmasat esett az SLP, nem úgy van, mint ahogy júliusban mondtam, hogy napi 10 000, még így is, hogyha így már kijátszott az ember, hogy már csak a PvP-t nyomatja, és akivel hogy szintjen üljön, akkor is hát ezzel így 25 forintos SLP áron napi 200, akkor 5000 forint. Tehát már azért napi 10 000-eket nem hoz, de az 5000 még az is jó azért egyelőre. Ennél ellentétben nem nagyon hinném, hogy menne, de majd meglátjuk. Na jó, oké, megnéztük az Axit, elmondtam mindent, amit akartam. Egy utolsó dolog, hogy mennyire lehet kivenni az SLP-t. 58 dollárért, hát ja, 20 000 forintért, 19-ért. Oké, nézzük tovább. Coinbase-en jön neki valami újdonság. Azt mondja, hogy 52. Hát a párok jönnek a Zenhez, Horizonhez. Jó. Tovább, mi a trendi a CoinMarketCap-en? Shiba Inu szerencsejátékos, SLP-t az előbb mondtam, Axinak ugyebár a pénzen, Gravitoken, az mi a jó Isten, vagy te már, ja, mert egy tetején is voltam, mikor néztem a top 10-et, ott is megjelent ez a bigyó, ami semmit nem tud, természetesen a 2700. helyen van, semmi piaci értéke nincs, semmi az egész van, vagy egy hú, millió, billió, trillió, te mi a jó Isten, a kvadrillió, angolba kvadrillió, egy kvadrilliót kiadtak ebből a gravitokenes lekvárból, ami semmit nem tud. Ma is nőtt 3000%-ot, gratulálok. Jó, hát ilyenek vannak néha. Oké, hagyjuk a francba, hülye szerencsejátékos. Azt mondja, hogy Gala, a Gala, júj, 086, na még azt kérdezik, hogy ne, végignéztem, pörgettem kicsit a portfólióval, hogy milyen jó Isten kéne kitenni és Gala Games venni helyette. De nem tudtam eldönteni, mert a Gala az egy, a központja lesz a fizetős internetes játékoknak, fizetős számítógépes játékoknak. Ő egy ilyen központja lesz, mint egy ilyen hollap, ahol mindenhol, mint a izé flash játékos hollapok, hogy minden játék majd a Galára fog menni, az egy központi elosztó lesz. Úgyhogy a Gala azért lesz nagyon jó. Most ezt miért le jó? Mert olyan jó kis 27%-et visszakorrigált, ugye már 0,1-re felment még afölé, és még 0,12-re is talán, most csak 0,086-on van. Úgyhogy most irgalmatlanul jó lehet ráfogni. Úgyhogy a Gala Games azt ide is tettem a bevásárló lista elejére. Ja, mert az R-roundot is annyira mondták az utóbbi időben, az is korrigálgat szerencsére a 280-ról vissza, már csak 250, ugye arra is jó lenne most ráfogni, a Gala Games-re se ártana. Meg a YGG az meg még jövögetett is ma fel valamilyen szinten. Úgyhogy, meg az Illuvium, jaj, még az Illuviumra is van, az meg jövőre jön ki, és az lesz a WoW kb. A World of Warcraftot megcsinálják, blokkláncon, meg fizetős, meg minden egyéb.
mármint hogy ő fizet azért, hogy játszanak vele. Úgyhogy, hú, tehát egyszer az Elrondba kéne, ezt az Elrondot kéne megfordítani, nem tudom ki a jó Isten tegye ki. A Vazirix az egyetlen, ami nem nagyon ment, de a Vazirix meg Indiának a kriptotűzsdé. Ha egyszer tényleg meghozzák már azt a hülye törvényt Indiával, hogy évele óta nem bírnak, akkor így fog felmenni a Vazirix a fenébe, a világnak a 17% Indiában lakik. 1,3 vagy 4 milliárdan laktak Indiába. Ja, úgyhogy az se kéne, de amúgy meg itt az Elrondból nem ártana venni, ugyebár ez egy platform, vagy egy coin, rendes felület. A Gala, a YGG, az Illuvium, azok meg a játékipari szektor. Tehát állj ezt a hármat is, de majd hétvégén eldöntöm, hogy mi a jó Isten legyen, de azokra se ártana ráfogni. Jó, Bitcoin 47.600-on nézzük tovább. Azt mondja, hogy Galát mondtam, igen, Fortube, mi a jó Isten a Fortube, ez most YouTube, csak ez egy blokkláncom, vagy mit csinál a Fortube? DeFi, Binance-en van, hitelezés, ez az amaz, yield farming 416-dik, 80%-ot nőtt, akármennyit ki lehet adni belőle, az nem túl jó, hát még 100 millió sincs a piaci érték, és 11-szer annyira adták, vették, mint amennyi a piaci érték az egésznek. Ez csöppet irreálisnak tűnik itt. Hát igen, ez óriás, ezért. Gyertje most, amikor meg oldalányban mióta vagy te? 2020, ez augusztusban egy két hónapos, ja, 2020, aha, egy éves, bő egy éves a sztori. De sose nagyon nem ment annyira komolyan, úgyhogy nem tudom. Jó, ez a Fortube, hát valami DeFi-os, egy olyan közepes DeFi, de ennél azért komolyabbak vannak nekem a portfólióban szerintem. Cardano van a portfólióban, EOS nincs a portfólióban, nem is lesz sose, meg annyira ganyinak mondják Béláik, és mindenki csak neveti, úgyhogy hiába nőtt ma hat és vesz, az éget nem fogom betenni. Szóval van a portfólióban, Avalanche van a portfólióban, IOTA, hát az IOTA az még vele... Nem nőtt olyan nagyokat, de Internet of Things, ő még egy, hát ő egész jó, egy ilyen átlagos, de nem olyan szaladgálós, nem olyan irgalmatlan nagyokat, de ő is a szerencsejátékos, az biztos nekem, még a portfóliumban eddig nem tettem be egyelőre. Mit néznek a legtöbben? Thorium, minden a folyamatosan itt van, ez is jó, sos tetszett annyira, a TKB token se. Szépen szerencsejátékos, market move az, hát ez se, kicsi eléggé összeszakadozott az utóbbi időbe, piaci előrejelzések vannak rajta, Binance-en van, Exocoin, az se fogott meg, Shiba Inu szerencsejátékos, Kerger szerencsejátékos, Mission Helios az biztos, hogy szerencsejátékos, ennyi nullával, Golden Root, mondjuk nem biztos, mert a market move-á pont így volt, ezen nevettek, hogy majd egyszer a szemem elé kerül a market move-hoz rögtön rávágom, hogy szerencsejátékos ennyi nullával, pedig amúgy nem szerencsejátékos, mert tényleg a Binance-en piaci előrejelzéseket adnak, robotjaik vannak, ez az amaz. Jó, de ez a Mission Helios, ez szerintem az. Golden Root az megint egy szerencsejátékos bigyónak tűnik. A Zookeeper az meg egy NFT, egy közepesebb, gyengébb NFT. Jó, nézzük tovább. Arbitrum, mi a helyzet? Semmi, persze, szokás szerint. Oké, már pedig annyit tolnak bele, lesz az egyik hírbe is, hogy már eszméletlen sok, egyre több pénz van lekötve az Arbitrumban, vagy a blokkláncok. Na mindegy, majd a hírnél mutatom, vagy nem a... Nem tudom, már kettő is van, már keverem, és közben meg még idegesítő hír is volt, úgyhogy jó, most ebben most nem megyek bele, majd amint elérünk a hírekhez, akkor mondom is. Azt mondja, hogy Bitcoin mindjárt átvált zöldbe, 47.773, hol kezdett ma? 47.773-on kezdett ma, igen, és akkor 47.739-en volt most, még egy 40 dollárt nő, azt már zöldbe is lesz. Azt mondja, hogy kik vannak 10% alatti pirosban, ki van már zöldbe. Hát a Doge, de arról is lesz hír, mert a Shiba Inut nagyon megnövelték, nagyon, vagy hát jó, nem olyan nagyot, 25%-ot, vagy mennyit a Shiba, a Doge, meg írták, hogy jaj, az meg iszél semmit kávé, úgyhogy felélegesen a Doge, aztán az is nőtt 5%-ot ma, aztán azóta meg csordogál visszafelé. Jó, olyan nagy... 10% alatt volt a Tezos. Ma, aha, jó. De már ő is 9%-on van csak. Zöldben van már egy kicsit a Koti 2%-kal, meg a Farm 1%-kal zöldben. Jó, ezek nem olyan nagy történetek. A Gala Games, hát a Gala Games jújjára nagyon érdemes lenne ráfogni. Ennyi szép piros gyertya az óriás zöld után. Hát, ha még holnap is korrigálni fog, mire eldöntöm, hogy a jó Istent akarok, vagy ki tudnék kitenni a Sasagi 50-ből, de már úgy a szárt ez a Sasagi 50, hogy fú, nem sok minden. Pedig ezt a négyet még bele kéne valahogy szuszmákolni, vagy szuszmákolni, gyögöszölni. Na, aztán a sushi csökkent 11%-ot. Jó, ki van még itt? Orion protokoll nőtt 8-at. Hát most a propi össze-vissza megy mindig, jó, kb. Ennyi, oké, nézzük tovább, vegyük a hírekig, mert fú, már nagyon ki vagyok mára.
Azt mondja, hogy jó, 47.660-on a Bitcoin, kicsit oda-vissza, és akkor haladjunk a hírek irányába. Egy kortyolás. Noha, elértünk a hírekhez, nézzük, hogy mi mindenünk van mára. Itt is csak a híreket nézik, kicsit le vagyok ezért harcolva, majd szemüveg, meg minden. De ez van nagyon hú, és szenvedtem ajzével, OTP-vel, meg minden nem autolásokkal a váltókra. Na jó, azt mondja, hogy nézzük is. Első körbe, kriptóra nagyon sok hasznos infót anyagban itt is. Ajánlom mindenkinek nézegessétek csak nyugodtan, illetve holnap. Holnap elvileg már kell, hogy jöjjön a... Mit akarok már? Ja, igen, na itt van. Mire jó a blokklánc, az új könyv? Elvileg holnap, ha minden jól megy, akkor ki lesz az is adva. Na jó, nézzük tovább. Azt mondja, hogy mérje. Jaj, mert igen, hogy izé. Hogy ez azért nem gyenge, hogy az olaszoknál is egy az, hogy 3000 francia egészségügyi dolgozót függesztettek fel, mert nem akarják beoltatni magukat. Hogy az egészségügyi dolgozók, meg az orvosok is, itt azt mondják majd mindjárt pont egy 5 másodperc, hogy az olaszoknál ott meg 700 orvos nem akarja beoltatni magát. Az orvosok, akik tudják, hogy hogy működik a biológia, meg minden, és ők nem akarják, ő nem az, hogy viccből, mert van három laposföld hívő orvos, vagy 7, és akkor az nem akarja beoltatni magát, hanem 700. Ennek azért csak van valami mondani valója. Itáliában 728 orvost függesztettek fel állásából, akik nem oltatták be magukat koronavírus ellen. Tehát ha már az orvosok, százszámra az orvosok nem oltatják be, akkor hát ennek van valami jelentése. Másik oldalról meg ránéztem, már rég néztem, de még mindig tartjuk a második helyet. Jaj, át kéne váltanom azért nem 2 nappal, hanem a tegnapira. Még azért második helyen, ha Peru nem lenne, itt Peru betették itt ilyen kicsit azért manipulálni a számokat, mert empera. Kb. Nem is nagyon jelentettek semmit, őt kifizették Perut, hogy azért vigye már a legszarabb covidos országnak járó díjat, hogy nem mi legyünk már az elsők. De váltsunk át a tegnapra, és akkor egy frissítés. És akkor ugyebár, ami nem ország méret függő, hogy hány egymillió főre, lakosság arányosan 1 millió főre esően hányan haltak meg az adott országba. Tehát még mindig dobogósak vagyunk, mi vagyunk a másodikak. Ha Peru nem lenne itt az elején ez a nem létező adataival, akkor mi lennénk az első helyen. Oké, hát rohadtul nem oké, de hát ez van ugyebár már egy fél éve. Néha-néha eszembe jut, hogy egy pár havonta megmutatom. Nézzük tovább. Jó, ez a másik, hogy beírjenekre egyik oldalról, ilyenekre költik a pénzt. Most fel van háborúdva az Unió, mert hogy ő gázolaj meghajtású tenger alatt járótra szerződtek le az ausztrálokkal. Az ausztrálok meg fogták, az inkább le, nem is tudom, kikkel szerződtek le, tök mindegy. De ja, hogyha az USA-val, ja, és akkor most már atom meghajtású tenger alatt járót fognak venni az USA-tól. És ilyenekre is 56 milliárd euró volt ez, hogy egy ilyen tenger alatt jár. Mi? Tenger alatt járó legyen. Atya, úristen, hát az éhséget kell megszüntetni, akkor ki a jóisten akar háborúzni, hogyha nincs miért háborúzni, meg nem akarják megtámadni egymást az emberek. Jaj, ugye egyik oldalról ilyen ekkora marhaságokra költünk. A másik oldalról meg jön maglev. Jön a maglev 2024-25-ben már, maglev lesz ugyebár mágneses vonatok, mágneses lebegő pályába. Ez tök jó ez a kép, pont ahogy most jöttünk múlt hétvégén haza. Jó, a múlt hétvégén onnan is kéne pár képet mutattam, nagyon szép templom, vagy mindenhol voltunk, pedig én aztán nem vagyok egy múzeumban járós ember, de az a templom az irgalmatlan szép volt. Úgyhogy megmutatom, holnap kikeresgetem, vagy hétvégén valamikor az ausztriai képeket. De hogy jöttünk haza, és akkor ott is egyszer apukat mutatta a gyereknek, hogy jó, nézzétek az ablakon. Kicsekkoltam én is, hogy mit néznek, és tényleg, hogy ott is volt vagy 40 sín egymás, 40 ja, sín egymás mellett, itt is embertelen sok sín, és akkor mi a jövő, ugyebár ez a jelen, a jövő pedig, amikor ilyen csövekbe fognak menni, hagyományos vasút sinakra fogják felépíteni ezeket, ott is már Unióba nyomják itt nálunk is, ebbe fognak menni a mágneses vonatok, ilyen kb. 1000-rel, meg ilyesmi, és bővíthető rendszer, Hyperloop, ott fognak majd benne ülni az emberkék, meg az anyagok, a termékek, meg minden, nem tudom, hogy mondjuk, hogy lesz a gyorsulása, meg ilyenek megoldva, hogy ne nyomja össze mindenét az embernek a lájszöveteket, meg francsit, ugye, de hát ezt majd kitalálják okosba. És akkor ugye már itt lesz a cső, itt fognak menni benne, vonatok 1000-rel, szó szerint 1000-rel, kilométer per órával. Ja, jó, és akkor igen, kb. Ennyi, itt van is egy benne menő. Jó, és akkor 2024-25-től már elvileg lesz Európába is.
Oké, tovább. Azt mondja, hogy jó, hát ez nagyon idegesítő, ezzel úgy felbasztam magam ezen a híren. Durvulnak a bankárok, nem is az egyre agresszívabbak a bankárok, csak az agresszívak az annyi betű, hogy nem tudtam kiírni az agresszívabbak, mert nem fért volna ki. Na jó, úgyhogy egyre durvábbak, mert ugye maguktól mi a jó gyújtogattának az emberek, mert akkor már gyújtogattak volna 3 hónappal ezelőtt is, amikor hozták a törvényt. Vagy tök mire egyáltalán nem értem, mikor nem kötelező. Ha kötelező lenne, rá lennének kényszerítve, hogy a bitcoin kell használnia mindenkinek, akkor még azt mondom, hogy felháborodnak, hogy nem akarják meg ilyen. De ez opcionális, ez lehetőség szerint. Ezt ha lehet használják, ha nem, nem, akkor elsétálnak mellette, azt életük végéig nem kell bitcoinnal foglalkozni annak, aki nem akar. Mi a jó Istenért gyújtanák fel, ha nem azért, mert fel vannak bérelve, persze egyre agresszívak a bankárok, azt akkor szedik elő azért. Hogy hívják már, nem fekete piaci, hogy a jó Istenbe hívják ezeket az embereket. Hát mindegy, rossz oldalról, mindegy, mindegy. A bűnözői kapcsolataikat előszedik a bankárok, azt akkor pénzedik őket, hogy melynek már a kriptó ellen, de már egyre agresszívabbak, egyre pofátlanabbak a bankárok. Azt mondja, hogy a El Salvadori Bíróság, igen, vizsgálni fogják majd az ATM vásárlásokat, meg ilyeneket, meg a kioszk, a bitcoin bódéknak a vásárlását, meg építését, meg minden, meg most fel is gyújtottak egyet. És akkor ez a legszebb, ez a legnevetségesebb az egészben, az emberi jogok csoportja, emberi jogok csoportja, akkora parasz, akkora hazugság, fú, nettó hazugság. Emberi jogok csoportja, a Krisztoszál, az a nevük, az emberi jogok csoportja, aki Krisztoszál, és ők Nayib Bukele-nek a rezsimje ellen benyújtottak egy mindegy, hát mondták, hogy vizsgálják ki, hogy benyújtottak valami dokumentumot, hogy ezt jogilag mindenképp vizsgálják ki, hogy így nem jó, meg úgy nem jó. Az emberi jogok csoportja nem akarja, hogy megmentsék a szegény embereket a fosztogató rendszertől. Hát ez a világ legnagyobb marhasága, hogy a jó Istenbe hívhatja magát egy emberi jogok szervezetének, aki azt se tudja, hogy a bitcoinnal mentik meg pont. Na jó, nézzük tovább, vannak ebben még érdekességek. Szeptember 15-én nagy csoportja az ellenállóknak elfoglalta, ki hát kiment az utcákra, San Salvadorba, hogy protestáljanak, ellenálljanak az új bitcoin törvénynek, amit Nayib Bukele elnök vezetett be. Ez nem az első alkalom, hogy ilyen ellenállás történt, de az első alkalom, hogy fel is gyújtottak egy bitcoin bódit. Azt mondja, hogy a protestálást követően, igen, mondják, hogy El Salvadori Bíróság majd ezért ki fogja vizsgálni az ATM vásárlásokat, meg a kioszképítéseket is. Tehát ezek voltak a bódék, és akkor ezekben voltak a bitcoin ATM-ek, és akkor, hogy mennyiért vették, hogy vették, hogy építették a bódét, bla 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 bla, hogy mennyire van, de mindjárt megyünk tovább itt a diktátoros helyzetek felé is. Azt mondja, hogy már megint ekkora hazugság. Az Emberi Jogok Alapítványa, a HRF-nek a fő stratégiai embere, Alex Gladstein, mert itt vitatja a pozitívumait, hát amit itt kiemeltek, abban egy pozitívumot nem láttam, úgyhogy azt is célnál jelöltem ki, egy darab pozitívumot nem írt, hanem a negatívumait a Bitcoin-nal kapcsolatban, hogy Bitcoin hivatalos fizetőeszköz lett, mond itt mindenfélét az emberünk. Hát ez már meg, na jó, hagyjuk is ezeket a marhaságokat. Közvélemény kutatások szerint a 95% az elszávadoriaknak úgy gondolja, hogy a bitcoin elfogadásnak nem kéne kötelezőnek lenni. Hát nem is kötelező, már olvassam most tovább a többit, mikor már az elsőben rögtön ennyire hazudoznak. Ja, majd meg mennyire nem tudják, 43%-ok azt hiszi, hogy egy fizikai pénz a bitcoin, 20% azt hiszi, hogy egy dollárt se ér a bitcoin, úgyhogy ezért, nem a cigány soron kell tudni az embereknek, hogy mit jelent a bitcoin, mert neki nem kell tudni, megmentjük mi őket úgy is, hogyha nem tudják, de ha tőlük kérdeznek véleményt, akkor persze, hogy fogalmuk se lesz róla. Korrupt, nagyon korrupt a kormány, igen, és akkor térjünk is ki, mert itt megjön a korruptos rész. Az El Salvador elnök Nayib Bukele-t már hívták diktátornak, és ki is vizsgálták. Ez a nem gyenge, hogy legalábbis el is kezdték kivizsgálni, ugyebár ennyire másabb, hogy nálunk is mondják már, hogy diktátor, meg ez az avaz, egy jó ideje. De itt nincsenek kivizsgálások, mert amíg mindenki a kormány embere, addig miért kezdenének kivizsgálódni a haverok ellen. És akkor mondjuk ez se gyenge, amit El Salvadorban csináltak, de legalább elkezdtek vizsgálódni, csak ott úgy látszik nem a kormány embere volt a fele, úgyhogy azt mondja, hogy
Még májusban 20 kormányzati intézmény, ami Bukele vezetéséhez volt köthető, azok ellen elkezdtek manipuláció és korrupció gyanújával nyomozni, aztán Bukele kirúgta az összes nyomozót, az összes embert, aki ellenük nyomozott, úgyhogy ez azért kis szemétládaság. Sőt, nagyon is, ez egy teljesen mocskos ilyen diktátori húzás kb. De pont most hozza be az ember, hogy többet ilyet nem is lehet csinálni. Hát amint bitcoin lesz, minden rá lehet látni, nem kell nyomozni a manipuláció meg a korrupció után, mert ott lesz feketén-fehéren. Felmegy az utolsó ember is, azt megnézi, hogy a kormányzati pénztárcáról kinek mennyi pénzt küldtek. Hát pont most próbálják megmenteni a rendszert, ezek a emberi jogok védői meg harcolnak ellene, hogy nem, raboljátok el a pénzünket, nem, én nem akarok lakást a gyerekemnek, soha büdös életben mindig lakjon otthon, nem akarjuk megváltoztatni a világot, így jó, ez a szar, ahogy van. Újra feldegesítettek. Na jó, nézzük a végét. És akkor igen, mondja is a hatóság, hogy elfogja a Reuters jelentése szerint, a Reuters is nézte, hogy mit nyújtottak be itt a hatóságoknak, a hatóságok elkezdik majd kivizsgálni, hogy mennyire volt korrupt ez a Bitcoin ATM vásárlás, meg a bódéépítés, meg atya, őristen, de hogy már ennyire elfajultak a bankárok, hogy már gyújtogatnak, az azért nem gyenge. Na jó, gyújtogattatnak, na. Úgy kell szépen megfogalmazni. Azt mondja, hogy Európai Központi Bank feje, úgy van, Christine Lagarde, azt hangsúlyozza, hogy a kriptók azok nem valuták. Hát, pedig nagyon úgy néz ki. És akkor nagyon spekulatívnak, meg gyanúsnak hívja őket. Azt mondja, hogy nem valuták, nagyon spekulatívak, alkalmanként gyanúsak, mert itt a gyanúsat is úgy jelöltem ki Ciánnál, hogy ekkora hazugságot mondani, hogy gyanúsak egyáltalán nem gyanúsak, de attól függ, hogy mit veszünk, mert jó, azért vannak benne gyanú. Jó, hát azt el lehet mondani, hogy a 95%-a az semmit nem ér kb., meg szemét, meg átverés, meg ilyenek, de az 1% az 1%, abból fogunk elmenni nyugdíjba, azért követem őket folyamatosan nap, mint nap, hogy tudjuk, mi az 1% vagy 0,5%, amire érdemes figyelni. Ami tényleg komoly, na jó, a jövő Facebook meg Amazon részvényei, és akkor itt megint egy azért nettó fasság, hogy az energiafogyasztás, hagyjuk már az energiafogyasztást, őristen, még a Bitcoin jelentésre néztem, meg a Bitcoin tanácsnak, a bányász tanácsnak a jelentését, még hogy energiafogyasztás. Lagarde azt mondja, hogy a kriptók nem valuták, teljesen meg kell állni, de itt a legszebb, hogy mennyire furható meg van ijedve. Nagyon megijedt már Christine Lagarde-unk, azt mondja, hogy a kriptók azok nem valuták, álljunk meg teljesen, minden álljon meg. A kriptók azok nagyon spekulatív vagyontárgyak, na ebben még van igazság, hogy spekulatív, mert látjuk, hogy ezért ráncigálják az árat jobbra balra, csak mindenki elő, hosszú távon úgyis felfelé megy. És azt állítják, hogy magukról, hogy valuták, de mondja, hogy de nem azok. Nem az, de nem azok, de nem azok, így ismét kétszer egymástán, nem azok, nem azok, nem azok, nem azok, nem akarom, hogy azok legyenek, mert akkor megszűnik a fosztogató rendszer. Jó, azt mondja, hogy másik oldalról, igen, és akkor mondja a stabil kriptókat, hogy azok is vannak, azokat a nagy cégek nyomják, ez egy másik állatfaj, azt is szabályozni kell a stabil kriptókat. Igen, felül kell vizsgálni őket, azokat az üzleteket, akik létrehozzák ezeket a cégeket, ezeket a stabil kriptókat. Oké, és akkor utána mondja a stabil kriptókról. Ja, mert mondta először igen, a kriptókat, utána a stabil kriptókat, utána pedig a központi bankok, hogy az emberek nagyon igénylik, hogy legyen már digitál, központi banknak digitális pénze, hogy beleíjünk már abba az évszázadba, amelyikbe élünk. Ezt még nem jelöltünk ki, ezt a kis részt, még ha a CBDC-kről is beszél, ami egy parasztvakítás az egész, meg a kriptót vér az ember, ne CBDC-t, amit ugyanúgy fognak manipulálni, de hogy beleíjünk abba az évszázadba, amiben élünk, na ugyebár ez akkora szöveg, hogy ez a lényege az egésznek, ezt mondom már századba, évezredbe, akármi, mi mindenbe váltunk, hát ez évezredes hagyományokat, pénzügyi rendszernek az alapjait dolgozzuk át éppen. És akkor itt ezt szerintem nagyon elírták a duplavét T betűnek, mert ez így rohadtul nem jön neki, hogy ezt mondja, hogy jaj, nagyon kell mindenkinek központi bankdigitális pénzek. Ez az, amiért mi egyáltalán nem foglalkozunk a CBDC-kkel, az lenne a leírás szerint, de ha a T betűt kicserélem V-re, akkor már a duplavére, akkor már azt jelenti, hogy ez az, amiért mi most mind a CBDC-kkel foglalkozunk. Egy betű nagyon nem mindegy. Egyáltalán nem foglalkozunk a CBDC-kkel, vagy mi mindannyian a CBDC-kkel foglalkozunk. De valószínű azt mondja, hát mert nekik csak az, hát az az övék, azzal lehet manipulálni továbbra is, hosszú távon fenntartani a fosztogatórendszert. Úgy magyarázza, hogy
Ahelyett, hogy bankjegyünk lenne, meg papírpénz a zsebünkbe és a pénztárcánkba, ugyanezt megtehetjük digitális formában is. Eddig totál rendben van, amíg nem a CBDC-kre erőlteti, de utána már ez a kriptókra is elmondható, utána már hozza a CBDC-t. Szóval mindenki, mindannyian azon dolgozunk, hogy egyre tovább nyomjuk ezt a sztorit, a CBDC kiadást, mert hogy úgy érzem, hogy készen kell állnunk erre, hát inkább a kriptókat kéne bevezetni, hagyni a francba a CBDC-t, mert az ugyanolyan szar, mint a mostani papírpénz. És megkérdezték, hogy lesz-e majd, meg fognak-e szűnni a papírpénzek, és akkor csak digitális pénzek lesznek, de azt mondta, hogy mind a kettő lesz, mert aki akarja fogdosni a papírpénzt, az fogdossa a papírpénzt. Jó, tovább azt mondja, hogy az Egyesült Államok törvényhozói, ha egy ilyen mosásos, eladásos szabály vagy törvényt akarnak a kriptókra is bevezetni, mert hogy mi az a mosásos eladás, hogyha ezt elfogadják, akkor december 31-től fog érvénybe lépni, és ez a mosásos eladás az azt mondja, hogy ez a törvényi cikke az alapanyagokra, valutákra és digitális vagyontárgyakra vonatkozik, ez a mosásos törvény, mosásos eladásos szabályozás. Igen, ez, hogy ne tudják bolygatni a tőzsdei részvényeket és más biztosítékokat, mert hogy ez megelőzi, hogy az adófizetők leírhassák az a veszteségeket az adóból, miközben még mindig van abból a vagyontárgyból nekik, vagy visszaveszik. Tehát itt írják le alatta ezt itt konkrétabban, hogy mit jelent ez. Ez a mosós eladásos szabály, ezt úgy tervezték, hogy elbátortalanítsa az embereket, eltántorítsa attól, hogy eladják a biztosítékaikat, amikor veszteségben vannak, alacsonyabban van az ár, hogy egyszerűen adó jóváírást kapjanak azért, mert hogy ők veszteségben voltak, leírhatják az adóból, mert veszteségbe adták el. És akkor történik ez a mosós eladás, amikor egy magánszemély elad valami biztosítékot, hát mondjuk most részvénynek elad mondjuk valami részvényt, veszteséges áron, aztán visszaveszi ugyanazt a részvényt 30 napon belül. De közben ő már leírja, hogy én amúgy adó visszatérítést kérek, mert olcsóban adtam el, mint amennyire vettem, és akkor mínuszban vagyok. Úgyhogy ezt akarják, hogy ebből ne legyenek ilyen pénzmosásos sztorik. És mivel a kriptovalutákat, na de gyorsan akartam, ingatlanként kezelik, ezért nem vonatkozik rájuk ez a mosásos eladásos törvény, és ez lehetővé teszi, hogy rengeteg veszteségből agresszívan rámenjenek a kriptókra, jobban, mint a tőzsdei részvényekre, és a kriptóknál ezt eljátszagassák, hogy én akkor veszteségben vagyok, akkor adó visszatérítést kérek, vagy adójóváírást. És nem kell 30 napot várni. Igen, az a lényeg, hogy most akkor elkezdenek majd ezzel foglalkozni, hogy megpróbálják a kriptókra is kiterjeszteni, hogy ne lehessen már ezt eljátszani, ezt az adómanipulációt. Oké, tovább a közvéleménykimutatás az ír befektetőknél azt mutatták ki, hogy 10-ből egy írnek már van kriptója, és a fiataloknak meg már negyedének van kriptója. És hogy miért? Mert annyira alacsonyak a kamatok, hát ez az alacsony, ez annyira alacsony, hogy mínusz. Ugyebár nekünk kell fizetni azért, hogy a bank megőrizze az értéktelenül papírpénzüket. Ennél nagyobb vicc nincs a világon, de ebbe a világba élünk most jelenleg, ebbe az időszakban még egy pár évig. És akkor, hát persze azért fektetnek másba, mert hogy nincs semmi kamat a bankokba, és ezért hosszú távú hozamokat próbálnak kinyerni alternatív lehetőségekből, így például a kriptóból is, úgyhogy veszik az írek is a kriptókat. Tovább, a Coinbase. Jaj, hát igen, mert bővítik a termékpalettájukat, de pont a futures-el meg a derivatívákkal. Nem tudom, a futures azt miért írják mindig, a futures is egy derivatíva. Vagy én nem, de az is derivatíva, mindegy, jó. Futures meg derivatíva keresek pont, amit nem szeretünk, pont amiből az egész 2008-as, 9-es svájci frankos hitel, meg ingatlan válságot, az egészet a derivatívákkal csinálták a bankárok, aztán ugyebár őket megmentették, a kis ember megfizethette mindent, amit ők elbasztak helyettük is. A Coinbase, igen, jó, fognak futures derivatívát rétehozni, és a Nemzeti Futures Szövetséggel és a Futures akármi kereskedelmi szövetséggel is összeálltak, és akkor így nyújtották be a kérvényt.
És a Coinbase-nek az a célja, hogy tovább növelje a kriptogazdaságot. Hát jó, ez is hozzátesz. Tehát ez pozitív hír, mert fogják ezt sokan szeretni, meg cégek, meg ez nem az. De nekem én nagyon nem szeretem a derivatívákat. Mindegy, azt mondja, hogy nézzük tovább. A kriptoderivatívák nagyon nagy piac, a legtöbb tőzsdén fent vannak, például a Binance-en, OKX-en, FTX-en, CME-n és a Kraken-en is. Áprilisban a Coinbase még megvette a Skew céget is, ami kifejezetten egy kriptoadatelemző cég, aki a derivatíva piacok lekövetésére specializálódott. És a végén még annyi van, hogy Coinbase jelenleg... Oh, jó, ez nagyon érdekes! De ez volt talán már egy pár hónappal ezelőtt is ez a hír. Jelenleg... Na, kötvényt akar kiadni a Coinbase. Alapjáraton másfél billió dollár értékben akartak kiadni. De akkor az érdeklődés, hogy most már 2 billió dollár értékben akarnak kiadni. A Coinbase azt mondta, hogy általános vállalati célokra fogja használni befolyt összeget, amibe beletartozhatnak a folyamatos befektetések a termékfejlesztésbe és a más cégeknek a felvásárlása, más termékeknek a felvásárlása, vagy technológiáknak, amit a Coinbase a jövőben felfedez majd, hogy érdemes belefektetni, úgyhogy ezekbe is fogják pakolni majd a pénzeket. Tovább a nigériai, hát a naira, az még tovább esett, már 510 nairát kell adni egy USA dollárért, 30%-kal esett a Nairának az értéke az elmúlt 30 napban a fekete piacon, mert a hagyományos piacon a bankoknál már nem is lehet papírpénzt kapni kávé. Azt mondja, hogy a Naira túlértéke, még mindig a központi bank szerint 411 Nairáért kell, Nairát kell adni egy USA dollárért, annyit ér. A valóságban meg a fekete piacon már 570-ért adnak csak egy USA dollárt. És ez azt mutatja alapvetően, hogy 40%-kal túlértékeli a nigériai központi bank a Nairának az értékét. És akkor ezt a végére ezért jöttem ki csak a lila miatt, hogy a nigériai központi banknak a feje Godwin, MFI-lek, a befektetők egy csoportjának azt mondta még júniusban, hogy a Naira túlértékelt 10%-kal, és elhintette, hogy lehet, hogy értékteleníteni fogják a Nairát. Az is benne van a pakliba, egy angolul így mondják, was in the cards, benne volt a kártyákba. Eltanulta a szövegemet. Na jó, oké, úgyhogy ennyi, egyre tovább értéktelenedik a Naira. Tovább, lassan már ők is hivatalos fizetőt ezért tették a bitcoint, tehát nem lenne ilyen gondjuk. Nézzük tovább. Egy modell azt mutatja, hogy a bitcoinnak az alja az 39 ezer, és egy közvélemény kutatás az pedig azt, hogy 100 ezer lesz év végére a bitcoin. Na nézzük, egyik oldalról Plan B van itt, több mint 100 ezeren szavaztak, 123 ezeren szavaztak Plan B-nek a kérdésére. Hát első körben kezdjük azzal, hogy még júniusban kiírta, hogy augusztusban, hogy mi lesz az alja a bitcoinnak. Hogy augusztusban 47 ezer lesz az alja, szeptemberben 43, eddig telibel is találta mind a kettőt, ezt mondják, és eddig így kopra eltalálta az öreg. Októberben 63 lesz az alja, úgyhogy meg kéne már lassan lódolni, novemberben 98, decemberben 135. Úgyhogy ezek még a jövőben vannak, ugyebár ezek nem biztos dolgok, de eddig nagyon kopra eltalálta az öreg már az első kettőt is. Úgyhogy oké, itt a 123 ezer szavazónak a 32%-a azt mondta, hogy a bitcoin 100 ezer alatt fog maradni évvégé, vagy karácsonyra. 45%-uk, közel a fele azt mondta, hogy 100 ezer, 100 ezeret el fog érni karácsonyra, 15% azt mondta, hogy a 288 ezeret is, és még 6% még az, hogy még az 500 ezeret is. Plan B-nek amúgy 800 ezer követője van a Twitteren. Majdnem egy milliónál tart emberünk. Azt mondja, hogy és akkor Will Clement másik oldalról, ő pedig azt mondja, hogy 39 ezer az alja a bitcoinnak. Igen, ez már itt a vége lesz. És ő egy vezető elemző a Blockware Solutionnél, Will Clement kitette Twitterre az illiquid supply floor, a lekötött padlót, a supply, a kínálat, aha, ja. A lekötött kínálati padlót, ami le van kötve, ami nincs bent a tőzsdéken, hogy folyékony pénzt azt adják, veszik. Ami fizikai pénztárcákon van, ilyesmi, az alapján csinálta meg ezt. Na ez Illiquid Supply Floor, amit kitett szeptember 15-én, ez kombinálja a Glassnode-nak az Illiquid
a lekötött kínálati adatait Plan B-nek a hagyományos TotoFlow modelljével, és meghatároz egy ilyen AI-at, amiért a sötét piros vagy bordóval van jelölve. A Bitcoin valós idejű ritkaságára alapozva, jelenleg ennek 39 ezer az alja, ennél lentebb nem megy elvileg. Oké. Okay. Jó, két plusz info, és akkor nézzük tovább. Mi van még itt? Vitalik Buterint, a Time magazin, bekerült már Vitalik Buterin is, a 2021-es év 100 legbefolyásosabb. Hát nem befolyásosabb, meg befolyással bíró, mert a végén még azt hiszi valaki, hogy gazdag, vagy ilyen idióta, értelmetlen dolgokra értjük a befolyást, aminek hatalomnak semmi értelme, a kisebbségi komplexusok akarnak csak ezért hatalmat, akinek semmit nem tud alkotni a világban, annak kell csak a hatalom. Azt mondja, hogy jó, tehát influencer, hát befolyásolja az egész világot, átalakítja, fogalmazunk így, és akik hatással vannak az egész világra, az a top 100 közé bekerült már a Time magazin szerint Vitalik is, és mások is bekerültek, beleértve Nayib Bukelét is, ugyebár El Salvador miniszterelnökét, aki hivatalos fizetőeszközét tette a Bitcoin, és Elon Muskot, a Teslának meg a SpaceX-nek a vezérigazgatója is bekerült, aki szintén egy kriptofanatikus vagy rajongó. És Alexios Ohanian, a Reddit egyik építője, a kezdetekben azt vitatja, vagy nem vitatja, hanem azt mondja, hogy miért is kerülhetett be Buterin, hogy szerinte azért került be Vitalik, mert hogy mit teszi Vitalikot olyan különlegessé, az, hogy ő az építőknek az építője. Egyetlen ember se tudott volna feljönni ennyi használati lehetőséggel az Ethereum kapcsán, mint amennyit ő előhozott, vagy felhozott. De minden, az a lényeg, de hogy Vitalin volt az egy ember, aki elkezdte azt az egészet, ő kezdte, hogy akkor erre is, arra is, amarra is okos szerződésre, minden egyébre lehet használni az Ethereumot. Ugyebár most itt ezzel kapcsolatban hirtelen eszembe jutott, hogy a tranzakciós díj az Ethereumnak, hogy több ezer forint, meg ilyenek, hogy milyen drága már. De viszont, hogyha meg azt veszük, hogy mondjuk amikor már ingatlant fogunk kb. Ethereumért venni, akkor az a 50 ezer, meg 100, ó, 100 ezer, hát több százezer forintos szerződések, meg ez az, amiket kötni kell az ingatlanvásárláskor. Hogyha úgy veszük, hogy 5000 forintos Ethereum tranzakciós díja meg van kötve az okos szerződés, nem kell közjegyző, meg semmi, minden el van intézve rögtön digitálisan, akkor meg azért olcsó. Na jó, de azért csak nem olyan olcsó, mint a Bitcoin, meg a Bitcoin Cash, meg a Solana, meg a STB. És akkor tovább. És innen, hogy Vitalik elkezdett ezzel foglalkozni, egy új világ nyílt meg, ami új utakat nyitott a blokklánc technológiák használatának. Néhány olyan blokklánc technológiának is, amikben jó magam is befektettem, mondja Alexios. És akkor ebbe az évben az Ethereum volt a meleg ágya az NFT-k növekedésének is, annak a technológiának, ami megváltoztatta, hogy a művészek és az alkotók monetizálják a munkájukat, monetizálják tök mindegy, ahogy alkotnak meg pénzt kapnak a munkájukért a művészek. Az OpenSea az egyik legnagyobb NFT piac, és egy másik fontos Ethereum alapú projekt, ami szintén nagyot nőtt ebbe az évben, az Axie Infinity, az Axie-t 2017-ben készítették, vagy azóta dolgoznak rajta, de most a Rivalda fénybe került, mivel egész jó kis keresetet lehet elérni annak, aki játszik vele. Az Axie egy nagyon nagy hatással van a harmadik világra, a feltörekvő gazdaságokra, mint például a Fülöp-szigetekre és Venezuelára. Ugyebár ott már többet keresnek az Axival, mint egy napi 8 órás munkával keresnének egyébként. Hát amúgy itt is, Magyarország, ha úgy veszem, hogy napi 5000-et, még hogy így a békesegge alatt van 0,008-on van az SLP, még így 150 000-et kitermel az Axie napi 2 óra játékkal havonta. Fú, mennyien lehetnek, aki még 150 000 forintot se keres egy hónapba. Szerencsétlen emberek, ajra mindegy. Vagyis nagyon nem mindegy. Na, nézzük tovább. Azt mondja, hogy a
Még egy közvéleménykutatás azt mutatja, hogy a keresztláncok közti hidak, tehát a blokkláncokat összekötő hidak technológiája növekvőben van, és az Ethereum hidakban már több mint 7 billió dollár van lekötve. És a kutató azt mondja, hogy végre elérkeztünk egy több blokkláncot magába ölelő piaci struktúrához. Már egy jó ideje ez a igen, blokkláncok közti technológia volt a szent grája a kriptofejlesztéseknek. Az emberek tranzakciókat akarnak végezni más blokkláncokon is, kihasználva a hidakat a különféle ökoszisztémák, különféle blokkláncok közt. Dimitri Berenzon kiadott egy cikket ezzel kapcsolatban, a hidakkal kapcsolatban, és ő úgy hiszi, hogy végre elérkeztünk a vízválasztó pillanathoz. Több évnyi kutatás és fejlesztés után végre egy több blokkláncot magába ölelő piaci struktúra alakult ki, hangsúlyozza Berenzon a blogjában. És akkor Berenzon kutatásával megvizsgálta azokat a blokkláncokat, mint az Ethereumot, a Solanát, a Tezoszt, az Avalanche-ot, a Polkadotot, a Binance Chain-t, a Cosmos-t és még többet. Hát ezek közül mindegyikből van a portfóliómban. A kutató megjegyezte, hogy az együttműködés, a blokkláncok közti együttműködés az új innovációknak nyit utat vagy lehetőséget. És ezek a hidak azért fontosak, mert lehetővé teszik a felhasználók számára, hogy új platformokhoz is hozzáférjenek, olyan protokollokhoz, amik együttműködnek egymással, és a fejlesztők is együtt tudnak dolgozni, hogy új termékeket építsenek, és akkor igen, itt lesz ennek a vége, de mindjárt mi van még itt a... Ja, de emellett mondja is, oké, hogy ez szép és jó, meg minden, de azért ezt nem könnyű fenntartani. Itt, na, ezt akartam, csak térjek már rá ki. Na mindegy, még a vége, hogy nem könnyű fenntartani, mert ezek a hidak, amik összekötik a különféle blokkláncokat, hihetetlenül nehéz probléma ezeket megvalósítani a szétosztott rendszerek közt. Hozzátette, hogy az olyan dolgok, mint a véglegesség, hogy ugyebár valami elküldted a bitcoint, az el van küldve, az nincs utána visszavonva, meg ilyenek. A véglegesség, a rollback, hogy visszaküldeni, hogy lehet, meg nem lehet, meg ilyenek, ezekre mind figyelni kell. Az NFT átutalásokra is figyelni kell, provenance most nem tudom, de nem keresem, tök mindegy. És stressztesztelni is kell ezeket a blokklánc hidakat időről időre. Úgyhogy van azért ezzel probléma, de már legalább összeállt a rendszer is. Itt vannak, itt van mondjuk azért Cosmos, az Ethereum, a Polkadot, a három ökoszisztéma, itt van a Bitcoin alul, hogy vannak összeköttetése, milyen hidakon keresztül, még azok, amik ezért nekem is portfólióban vannak, Solana, Tezos, Arweave, NEAR protokoll, Binance, ez a nem tudom mi ez akkor valami, ez nincs benne a portfólióban, Avalanche is benne van, Harmony is benne van, Terra Luna, Cosmos, Torchain, azt a hármat nem ismerem, hát én is Ethereum, Polygonnak a matikja, hát a Polkadot, ott is jönnek dolgok, ezeket sem nagyon meg, onnan a Polkadot van még, meg hát Bitcoin ugyebár. Oké, azt mondja, hogy még a végén volt, ja itt már nem jelöltem ki semmit, itt csak mutiba, hogy a legtöbbet azt mondja, hogy világos, a Polygonon van, az Ethereum hidak közül a Polygonon van a legtöbb tőke lekötve, 32% ebből a 7,7 billióból, a már második az Arbitrumon, adják már ki az Arbitrumot, nem véletlenül nézem már egy hónapja már volt, hogy 2 hétig néztem, aztán 1 hétig nem néztem, megírt, hogy mindjárt kiadják, de csak nem adják. Legyen már tokenje az Arbitrumnak, mert itt van az arra belőtt, hogy abban van lekötve a második legtöbb 31,5%, majdnem annyi van az Arbitrumban lekötve már a Ethereum hidakból, mint a Polygonnak a matikján. Harmadik helyen 21%-kal az Avalanche, negyedik helyen Lilával a Solana. Ja. Oké, nézzük tovább. Az Ethereum, jaj, már megint, hogy jaj, ennyit ég, annyit ég, ne, engem nem tudtak átverni az ennyit ég, annyit éggel. 1559-es, nem 57 volt, én emlékeztem rossz, 57-re, 1559-es volt ez. Igen, jaj, már több mint 300 ezer Ethereum elégett, több mint 1 billió dollár értékben égett már Ethereum.
És akkor az EIP 1559 megváltoztatta az Ethereum díjait egy új séma szerint, ami deflációssá teszi az Ethereumot. Ez így nem igaz, azért jelöltem ki ciánnal. Nem teszi deflációsá az Ethereumot, mert akkor több égne el, mint amennyit létrehoz. Akkor nem deflációs, ha folyamatosan kevesebb Ethereum lenne a világon. De nincs kevesebb Ethereum, folyamatosan több Ethereum van a világon, mert percenként vagy 18 Ethereum jön létre, és abból egy ötöt elégetnek. Ettől még. Tehát nem lett deflációs maga az Ethereum, csak egy deflációs funkciót beleépítettek. De az összességében az Ethereum az nem deflációs még mindig. Azt mondja, hogy ezek a díjaknak az elégetéstől az Ethereum támogatók arra számítanak, hogy jelentősen csökkenni fog a teljes kínálata az Ethereumnak. Hát akkor csökkenne az Ethereumnak a kínálata, ha kevesebb lenne, de nincs kevesebb, folyamatosan egyre több van az Ethereumból, mert nem ég el annyi, mint amennyit kiadnak. Folyamatosan nyomtatják idézőjelbe, folyamatosan az Ethereumot. És többet, mint amennyi elég. Jó. Elég, kétértelmű. Elég vagy nem elég. Jó, nézzük tovább. Az Avalanche, igen, az Avalanche 230 millió dolláros befektetéssel támogatták a Polychain és a Three Arrows Capital. Mit jelöltem ebbe ki? Az alapot, hogy mire fogják használni, igen. Ösztönzőnek fogják használni a támogatást, hogy a DeFi-t, decentralizált pénzügyeket tudják növelni, a applikációkat és más felhasználási eseteket is az Avalanche-nak a blokkláncán. A blokklánc a DeFi-nek a robbanását érzékeli, egyre több DeFi megy az Avalanche-ra is most már. Egyre több platform építkezik az Avalanche-nak a szolgáltatásaira. A DeFi láma szerint most már 2,7 billióval lekötve az Avalanche-ba, a DeFi protokollokba, ez egy 7 és közel 7,5%-os növekedés az elmúlt 24 órában, 24 óra 7% plusz 7,5, 7,36, nézzük csak a DeFi láma, hogy izé 2,7-et mutatnak, DeFi láma. Na, hát hol vagy te, jó gyerek? Hát 2,7, akkor itt kéne valahol lenni az Avalanche-nak. Ezt nem tudom, honnan itt nézték. Ja, hogy az Avalanche-on van, a sushi, pillanat, protokoll, a láncok, blokklánc kell nekem, na jó, több minden van itt az év, nagyon szertágazó, rengeteg minden lehet nézegetni itt a DeFi lámán is, nem csak ezt az egy oldalt, amit én szoktam mutogatni. Avalanche 2,7 billió, pontosan kopra, hogy mondik, így van 2,7 billióval lekötve az Avalanche-nak a blokkláncán. Hát akkor már nézzük most meg ezt is, azt nem szoktam szinte mondogatni, hogy blokkláncok szerint mennyi tőke van lekötve, legtöbb az Ethereumban, első helyen, második helyen a Binance, harmadik helyen a Solana, negyedik helyen a Terra, ötödik helyen Polygonnak a Matic-ja, hatodik helyen az Avalanche, hetedik helyen az OKX, nyolcadik helyen a Phantom, kilencedik helyen a Clayton, tizedik helyen a Hecko legyen. Oké. És akkor nézzük is tovább. Csöppet megpörgettem, de feledegesítettek itt a hírekkel az elejébe, de bajom volt. Nem is baj, mert legalább akkor így gyorsabb lesz a híradó, de most már tényleg utána már én is pihenek, mert elég volt mára. Utolsó hír, a Dogecoin rivális, a Shiba Inu nőtt 20%-ot egy nap alatt, ennyi a Dogecoin meg nem nőtt, de utána az is nőtt, meg aztán még én visszamentem, minden jó szerencsé játékos a Shiba Inu. Oké, akkor inkább ezt a, ki tudja, milyen bigyó akármit, amit sehonnan nem lehetett tudni. Ha valaki egy ilyet bemákolt, mint ez a szerencsejátékos lekvár, akkor az járt jól, ezt a Gravi tokent, ami 3000%-ot nőtt ma. 20%-ot nőtt a Shiba Inu, oké. Jó, azt mondja, hogy pak, lecsúszott ez szerintem. Limáig szokott felérni valahogy, ha kinyitom. Aha, kb. Így. Jó, tegnap volt hőmérséklet, mert nézzük a csapadékot, mennyire lesz. Csapadékos az időjárás az elkövetkezendő egy hétben, hopp, beállok kb. Úgy délre. És akkor mai nap szeptember 17-ét írunk pénteket, és akkor önnek nézze meg, hol van, indul a vonat, ez itt péntek, szombat, vasárnap, hétfő, kedd, szerda, csütörtök, péntek. Jó, most itt holnap elhúzgálnak az esőfelhők fölülünk, és akkor talán csak a jövő hét közepe felé lesz majd egy kisebb ezért esőzés, de addig nem lesz eső így azért vasárnaptól szerdáig, ahogy nézem. Oké, és köszi szépen, hogy meghallgattatok, holnap ismét jövök a friss hírekkel, további szép estét mindenkinek, sziasztok! We just get it.